Boom. Ez pont beállatszott. Na, az a lényeg. Szóval vissza is tértünk egy nagyon rövid szünet után a második mérkőzésünkre. Miért mondtam Márkot? Nem tudom. Mindegy, vissza is tértünk. Zimmerian vagyok, és Edi lesz a szakmai segédem. Nem kellett volna annyit ennem itt mérkőzés közben. Igen, igen. Szóval, ahogy esetleg a képernyőn ti is láthatjátok, vagy éppen nem láthatjátok, csere történt. Annyira akar változtatni a Phoenix Van csapata a dzsungelben, vagy a dzsungeles választásban, hogy rögtön egy egész játékost cseréltek. Inarit jelenleg felváltotta legalábbis erre a mérkőzés erejére Mítiosz. Az, hogy ez elhozza majd nekünk az ekket, az megint egy más kérdés, hiszen, na én is hibázok, szóval hiszen elég sokszor ugye tiltó listára kerül, de ne legyenek kétségeink afele, hogyha esetleg nem tiltanák, akkor el fogja hozni ezt a Mítiosz. Igen, és ugye el tudja hozni valahogy, átjut esetleg a rostán, akkor láthattuk már egyébként, hogy ezek az ekkek, ezek brutálisak. De nem, hogy igen. A régi zeknél is voltak olyan meglepetés, amikor felbukkant, megjelent, és akkor lehetett vele csodákat művelni, de ez a mostani, erre nincsenek szavak. Szóval, hogyha valaki mondjuk néz korai közvetítéseket... Mit is mondtál, Romá, mit csinált mindenkivel? Verte? Romá verte őket. Azt mondtam, igen, jó, oké, oké. Nem mondtam semmilyen egyéb szót. Viszont, hogyha valaki ugye nézett korai mérkőzéseket, akkor ott lehetett látni azt, hogy ott néha-néha átsúszik a rostán, mert valahogy úgy vélik, hogy ez a 10 tiltás, ez nem elég. És akkor kivágnak inkább olyan hősöket, akik jobban célozzák az ellenfelet, viszont valamiért mondjuk benn marad egy Zek. És akkor általában az szokott lenni, amelyik csapatnál ott van Zek, az nem azt mondom, hogy nyer, hanem brutálisan. Ó, szép. De egyébként ez mondjuk oké, hogy Koreában működik, de Európában azért nem nyernek mindig Zekkel. Szóval az sem biztos, hogy Amerikában ez ennyire bejönne, viszont az biztos, hogy Mítiosz a tavalyi szezonban is már játszotta ezt a hőst még az átalakítások előtt. Ő akkor is eléggé fenevad volt ezzel a hőssel. Nem gondolom azt, hogy ebben a szezonban, vagy így az átalakítás után sokkal-sokkal gyengébb lenne. És milyen érdekes, hogy Mítiosznak... Nem tudom, most vagy fordítva vette fel a pólóját, vagy még egy másfajta minta van, hiszen a Phoenix Van logó, illetve ugye egy másik logó meg van cserélve az ő mezén. Nem tudom, hogy látjátok-e, mert mindenki másnál fordítva vannak a két kora. Jó, mindegy, nem fontos, hagyjuk. Biztos csak azért, mert csere. Ja, hát ezt nem tudom. De lehet, hogy azért, mert hogy cserejátékos. És akkor így más meszt is. És akkor cseréljük meg a logókat is, ha már csere. Hát mondom, vagy csak fordítva vette fel. Mindegy. Meg is érkezünk ezzel a lendülettel a tiltás és választási fázisba, ahol a Cloud9 csapata nem szeretné látni sem Shent, sem pedig LeBlancot, a Phoenix-en pedig a kötelező tiltással él, és kivágja Gáliót, egyelőre ezek nem érkezett. Igen, és ha már ugye kivágták Gáliót, akkor az előző mérkőzésen volt egy olyan hős, akin egyébként a Riot ugye gondolkozik, hogy kicsit azért vissza kéne venni az arcából. Hát igen, ez a Kennen az, akit ki is vágtak, ami egyébként teljes mértékben érthető, hiszen láthatjuk, hogy Kennen elég nagy ráhatása van az alsó ösvén, hogyha elhozzák lövészként. Ugye ő az a lövész, aki hát nem visszahátrál a küzdelmekből, és nem azt mondja, jó, srácok, kicsit hátrább megyek, és akkor öllek titeket, ameddig tudlak, hanem az a villanás forgatak, ha szükséges, és akkor rommá sztánolok, akit csak tudok, rommá kábítok, akit csak tudok. Kledesen előre? Igen, előre, forgatag, és akkor próbáljátok menekülni előre, miközben a letaszított király kardjával bárkit szétszedek, akit csak lehetséges. Igen. Még a másik olyan, hogy érkezett egy Caitlyn tiltás. Erora ez nem véletlen, eléggé jól játszotta ezt a hőst, bár az is igaz, hogy ebben a szezonban például még nem láthattuk tőle, de talán nem véletlen. És ugye én beszéltem, na szép, ennyi, szavasz. Mit is mondtál? Nem simán győzött az a csapat, hanem nagyon győz Koreában? Hát na jó. Brutálisan győz, én úgy mondtam, de aha. Ez is egy jó megfogalmazás, jó. Nagyon győz, már ez kicsit kevésbé magyaros. Viszont mit hívasz, még ott van az az Olaf választás, mert az előző mérkőzésen ugye a másik oldalon jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy hát mint egy ilyen
kamion, ami száguld a strádán, és akkor jön egy kazix, aki föltapad a szélvédőre, és egy ilyen könnyed legyintéssel lekergeti magáról a maradványokat. Szóval igen, ott a bogár, van az amit egy agyablaktörlővel. Szóval ott van az Olaf, akit elhozhat, és ugye ő az már az előző szezonban is hozott nekünk Olafot. Mm-hmm. Nem is akármilyen Olafot, hanem egy olyan Olafot, akit senki nem tudott megállítani, és lekergetett mindenkit a fejszőből a világ végére. Viszont a Phoenix van oldalán érkezett hozzánk egy Gragas és egy Trash választás. Igen, viszont ugye a tavalyi Olafhoz azért hozzá kell tenni, hogy akkoriban nem nagyon volt ugye úgymond tényleges ellenfele, most viszont már akár egy Zach formájában, de én még mindig nagyon-nagyon várom a Szedzsuánikat, aztán hogy ez majd mennyire fog eljutni az LCS-ben játszó fülekig, az egy kérdés, de hogyha már fülek, akkor ott van egy Rakan, amin gondolkozik a Cloud9 csapata, el is hozzák, nem véletlen a párja ezen a meccsen is szája lesz. Tényleg az előző mérkőzésen volt egy szánk, akire mondhatjuk azt, hogy nem volt ott a barátja, hogy megmentse, és hát nem is sikerült megmenteni ezáltal. Mindig valahogy sikerült feltartóztatni, valahogy nem tudta tartani a pozícióját, vagy csak egyszerűen megérkezett az Olaf, és azt mondta, hogy te itt nem fogsz nekikben működni, és letörölte a földfelszínéről. Viszont a másik oldalon egy hasonló jó páros fog érkezni. A Trash Kalista páros. Egy hasonló jó páros egyébként. Igen. És ezért mostanában egy Kalista elég nagy fájdalmakat tud okozni, főleg a jelenlegi metában. Kedveznek neki a tárgyak. Úgy tűnik, hogy ez a letaszított királykardjás lövész meta. Ez ugye sok olyan lövészt is visszahozott, akikről hát régebben azért kevesebb szót ejtettünk, nevezetesen például a Twitch, vagy Kogmo, vagy akár az általunk is látható Kalista. És bár ugye az első fázisban csak egy Kennent tiltottak az előző kompozícióból, most azért egy Orianát is elvesz a Phoenix One csapata, viszont mivel válaszolt erre a Cloud9, kedves Zimmerion? Egy hihetetlen Olaf tiltással. Ami egyébként ugye érthető, hiszen nem, az a hihetetlen a Hulk. Jaj, apa. Apa. A csodálatos Paukember. Na mindegy. A csodálatos Paukember. Szóval, kivágták utána még Zedet, illetve kivágták még Syndrát is. Látszik, hogy ez a középsősvény nincsen, ami a jelenlegi tiltás és választási fázisban nyugton hagyva. Ami egyébként érthető, hiszen mindhárom, sőt minden négy hős pontosabban, hogy teljes mértékben pontos lehessek. Mm-hmm. Egy olyan választás, ami a középsősvényen jelenleg nagyon-nagyon jól tud működni egyébként, és legalább olyan jól tudnak működni, mint egy Thalia. Igen, akivel ugye már játszott Ryu ebben a szezonban, és Jensen, tudod ki már játszott ebben a szezonban? Echo-val. Wow. Nem vagyok benne biztos, hogy adott esetben egy Thaliával szemben a legjobb választás lenne, de ha már Jensen, én várom ezt az elhozatalt, de alapvetően egy Cassiopeia sem biztos, hogy meglepő lenne, vagy túlságosan meglepő lenne. Egyelőre, aki biztosan érkezik, az Ray kezei közé, Renekton. Na! Láthatunk egy ilyen showot. Ilyen showot egyébként valamilyen szinten. Ha jól emlékszem, akkor erősítették. Na, jó. Hát, vagy akkor térjünk vissza egy kicsit erősítették, már... Erősítették, vagy gyengítették? Gyengítették. Gyengítették? Mm-hmm. Jó, akkor gyengítették. Szóval, hogy mondhatjuk azt, hogy egy olyan hős érkezett a középsősvény, akit már láthattunk korábban. Tudjuk, hogy Cassiopeiának nagyon sok erőssége van. Vannak hátrányai is, viszont kiemeljük azt, hogy az első szinten, hogyha jól tud manőverezni Jensen vele, és jó egy kicsit elvéti a lépést, akkor hát mondhatjuk azt, hogy már az első szinten rommát tudja fogazni, mint ahogy egyébként Faker is tette már korábbi mérkőzéseken, amikor Cassiopeiát hozott, kihasználta a korai előnyét, azt a hatalmas sebzést, amivel rendelkezett, és választ nem tudott érkezni, ne, míg a másik oldalon egyébként az utolsó választás egy Jace lesz. Jace távolról piszkálódás, és ugye távolról sebzés, az a Phoenix One csapatánál nem lesz alapvetően hiányos, bár azért tény, hogy Echo Kalisztájának a lövő távolsága az nem éppen a legnagyobb, de egy kicsit visszatérünk a középsősényre, akkor Jon Jensen ugye elhozta ezt a Cassiopeiát, alapvetően, főleg ahogy te is említetted a korai szinteken, szerintem egy Cassiopeiában minden benne van, ami kellhet egy középsősényesnek, egy dolog nem, az pedig a mobilissága, hogy ezt a hiányát
mennyire tudja kihasználni a Clown, a Phoenix van, arra leszek nagyon kíváncsi, bár nem biztos, hogy Gragas a legalkalmasabb dzsungeles hős arra, hogy már a mérkőzés korai szakaszában rajta üthessen bármelyik ösvényen is, ezzel szemben viszont Contrexnak a Zekénél adott a lehetőség erre. Igen, és egyébként arra leszek kíváncsi, hogy ugye Táliában nagyon sok lehetőség van, amikor bekerült ugye ez a hős, és utána elkezdett megjelenni az LCS érában, akkor láthattuk, hogy nagyon-nagyon jó mérkőzéseket sikerült vele lehozni, vagy hát vele is sikerült lehozni, viszont van ennek egy árnyoldala is. Van, amikor ugye a fércelt fal nem éppen úgy sikerül, ahogy ugye ő tervezi, és akkor pont a csapattársak, mint tudom, mondjuk megmentése helyett igazából sikerül bezárni őket. És amikor azt nézzük, hogy megpróbálja mondjuk a Cloud9 csapatát kizárni a fércelt fallal, akkor még mindig ott van az, hogy ha esetleg kontrakt van kizárva, akkor egyébként ő be tud ugrani. Hogyha esetleg azt mondjuk, hogy akkor Renektonnak kéne valahogy kicsit packázni, és valahogy úgy pozícionálni, hogy ő ne tudjon elég sebzést és kábítást kiosztani, illetve elég sebzést felfogni, akkor megint ott van ez a kis lépés, hogy elronthatja Ryu. Szóval, hogy amennyire egy előny jelenleg ugye a fércelt fal, annyira nagy hátránya is tud változni, ha csak egy kicsit is elszámolja magát, úgyhogy érdemes lesz Ryunek átgondolni, miközben Zig és Ray egyébként már a játék első percről nem mutatja azt, hogy bizony mindkét karakterben van ám sebzés, és látszik, hogy a középső ösvényén mindketten rámentek arra a vonalra, hogy növeljük minél inkább a mobilitásunkat, amennyire csak lehetséges, ami ugye Jensennek nagyon jó, hogy kiemeltet, hogy azért Cassiopeia-nak néha vannak problémáival, és nem elég, hogy ott a gyorsítás nála, hanem ott van a viharos lendület is, amivel ugye egy hatalmas mennyiségű sebzést tud leosztani, vagy Ryu-ra, vagy bárki másra a játékon belül, akkor elég nagy mozgási bónusz fog kapni. Mozgási sebesség bónuszt fog kapni, hogy pontos legyek. Gragas barát pedig megérkezett az idézők szurdokával, Ryu besegít neki egy kicsit a pengecsőrök elhozatalában. De úgy tűnik, hogy mit írtak a dzsungelébe, nem kontárkodik bele alacsony szinten a Cloud9, mint ahogy ezt az előző mérkőzésen Zig tette Contrexszal szemben. Jó, ugye akkor megtakadta tőle a kettes színnek a meglépését egy támor után. Ez most nem történik meg. Kalista pedig már ugye a felnyársalásával. A fenét. A tépet sebével. Már most is tudod farmolni. Melyik volt? Kihúzta vagy beledobta? Hát nem igazán fogják megmondani jelenleg, hiszen sokkal fontosabb az, hogy Cloud9, amíg lehetséges, ki fogja használni azt a kis piszkálódását az alsó ösvényen, mint ugye jelenleg ez a Rakan jelen. Igen. És főleg, hogyha mondjuk elérünk egy hármas szintig, amikor ugye már az összes képesség elérhető lesz ennél a kis párosnál, akkor láthatjuk, hogy a szinergiájuk olyan tökéletes lesz, ami ellen azért föl kell majd venni a versenyt, és lehet, hogy szükség lesz arra, hogy Mitiosz akár érkezzen az alsó ösvényre, különben elég nagy problémába kerülhet egyébként. Hát ez a... Hogy is mondjam? Túlvilági csapat? Vagy hát valami abszolút, próbáltam valami hangzatos, valami hangzatos nevet teljesen kitalálni nekik, ami legalább annyira jó, mint ez a szerelmes már a másik oldalon, viszont hát itt most annyira nem sikerült. Ne, túlvilági csapat szerintem tök jó, én megvettem. Nekem tetszik. Nem, tényleg. Ez az a marketinget csak elfogadták, akkor őket így fogjuk hívni mostantól. Túlvilági csapat. Viszont érdekes egyébként ugye, hogy a viharos lendület három játékosnál is elérhető. És ugye mostanában volt téma az, hogy a következő szezontól kezdve igazából a rúnákat és a mesterségeket összevonják. Legalább annyira, mint amennyire Snikit szeretné összevonni a halállal egyelőre. A Phoenix Van csapata viszont vissza akarnak vágni, mert csak lehetség, ezt Snikinek villannia kellett, és el kellett használni a gyógyítását is. Hátrálnia kellett a Cloud9-nak ebből a kis csatából. Elég jelentős veszteségeket könyveltek el. Idézői képességek vándoroltak el az alsó ösvényre, miközben Contrex jöhet Ryu-ra. Érkezne viszont Ryu elhasználni a gyorsítását, és igazából utána vissza is tud fordulni, hogy farmoljon tovább, ahogy ezt egyébként eddig is tette. Mindenképp jó volt, hiszen a gyorsítást ki tudtak húzni, igen, és nem kellett érte a hídon sokat áldozni. Viszont érkezik a Phoenix van alsó alapvetően ösvény. Egyébként szerintem nem is feltétlenül kellett volna elhasználni azt a gyorsítást, így továbbra is le lesz maradva Ryu. Ha csak... Nem, nincs ha csak. Látszik, a Phoenix van az előző mérkőzés után akarna valamennyire revanzsot venni ellenfelükön, viszont
eddig nem igazán működik. Jó volt a kezdeményezés az alsó ösvényen, gyilkosságot nem sikerült viszont elhozni belőle, és talán hiába próbálták a középső ösvényen fókuszálni, ott is hasonlóan besült ez a próbálkozás. Próbálkozások száma egyelőre elég sok a Phoenix Suns-tól, viszont a sikerességi arány kevés. Ez is szép, de szóval befejezve a gondolatmenetet, az alsó ösvényen elég sok idézői képesség vándorolt el, nevezetesen mind a két lövész elgyógyított, viszont be kontrakt. Kontraktnek villennie kellett, utána még próbálta volna sérülni elkapni, de hát ez most nem az a mérkőzés. Jó, na csak befejezem, elhasználtak a gyógyításokat, meg az égetésüket is, pont, kész, ölhetitek egymást tovább. Nem. Jó. Igen, és ha már kitértem rá, hogy ugye, mi is van a helyzet pontosan a mesterségekkel, illetve a runákról, ugye a következő szezontól kezdve igazából megpróbálják így összevonni az egészet, és kicsit felborítják ezt az egész rendszert, viszont a Riot Games kitett egy szavazást arról, hogy melyik az a mesterség jelenleg, amit nagyon-nagyon szívesen látnának a játékosok a következőben, és egyébként ez a viharos lendület, igen, ami meglepő, hiszen utána következik még csak a villámfejedelem. Aha, villámfejedelem akarata. Ami ezzel kicsit szerintem meglepő. Én arra számítottam, hogy inkább azt fogják preferálni a játékosok, viszont a viharos lendület az, amire inkább szüksége van jelenleg. Úgy látszik a metában, meg úgy magában az egész játékban a játékosoknak. Hát vagy lehet, hogy az az, ami úgymond több, ténylegesen több lehetőséget biztosít bizonyos karaktereknek, a villámfejedelem akaratát pedig gyakorlatilag majdnem mindenkinél lehet alkalmazni, maximum nem annyira effektíven. Igen, nem annyira effektíven, mint mondjuk amikor megjelent, emlékszem, akkor igazából igen, majdnem mindenkinél az volt. Igen. Támogató vagy villám. Bárhol voltál, bárki voltál, az volt nálad. Igen. Imádtam egyébként azokat. Olyan változatos volt. Legalább egyébként annyira változatos, mint mondjuk a farm különbség a két csapatnál. Ameddig mondjuk a Phoenix van jungle-os, illetve felső ösvény tekintetében próbál valahogy elhúzni, addig a másik oldalon ott van, hogy magabiztosan tudja Jensen vezetni ösvényén a farmot. Egyébként még úgy is, hogy ilyet azért próbálták elkapni. Nyilván Ryu-ra is irányultak kezdeményezések, viszont Jensen többször volt úgymond hát célpontban, célkeresztben, a másik oldal szemében. Hát az, hogy Jensen farmon tud vezetni egy Cassiopeiával, az szerintem nem igazándiból meglepő. Ahogy az sem, hogy ahogy te is kiemelted még a meccs kezdése előtt, a korai szintek azok bizony Jensennek kedveznek. Na most nem tudom, hogy ez például a hatos szint után milyen szám adatokban tudna ténylegesen változni, viszont Ryunak, illetve az ő táliájának a fércelt fala, az egy olyan potenciál, amit ki kéne tudnia használni, mondjuk adott esetben egy másik ösvényre érkezésnél, ahhoz viszont nagyon fontos a jó őrszemjáték, hogy el tudjon tűnni, úgymond idézőjelesen a pályáról, hogy ez ne feltétlenül tűnjön fel a Cloud9 csapatának, másrészt ne legyen róla tudomásuk. Igen, és ugye mindkét csapat valószínűleg, nem azt mondom, hogy sejti, mert valószínűleg tudja, hogyha valamelyre el fog indulni Ryu, az valószínűleg az alsó esmény lesz. És őrszemeknél a Cloud9 jelenleg úgy építi fel a hálózatát, hogyha esetleg Ryu egy kicsit meglódulna, hogy jó, akkor srácok, érkezem az alsó esményre, akkor legyen tudomásuk róla még azelőtt, hogy a fal ható távján belülre kerülne az alsó esmény párosan mondjuk a Cloud9 oldaláról. Úgyhogy eddig a stratégiai szempontból jól tudják megjátszani az őrszemeket. Legalábbis egészen addig, amiben a fejezem a mondatomat, hiszen ilyenkor a Phoenix van. Váratlan átvette egyébként a vezetést. Az ellenőrző őrsz, amelyik az folyó alsó részén most már jelen vannak. Úgyhogy ez a védelem, amit a Cloud9 felépített eddig a fal ellen, az most jelenleg nem áll náluk. Igen, az őrszemjáték az, ami alapvetően nagyon fontos lehet majd ezen a mérkőzésen is. Illetve a célpont orientált játék, amit én mindig szeretek kihangsúlyozni vagy kiemelni. De hát ez igazándiból a játéknak a sava borsa, no, meg persze a passzív van. Haha. Nem, tényleg az. De ilyen kezdeményezése, vagy célpont orientált játék, a kompozíció alapján nekem úgy tűnik, hogy a Phoenix van részéről ez most jelen pillanatban jobb, és ez tényleg nagy mértékben függhet Táliától. Contract viszont érkezik, erre rögtön válaszként érkezik még egy villanás,
És láthatjuk, hogy miért is jó az Zeki, hiszen kell, akkor ő vissza tudja vinni magával az ellenfél játékosát. Villanás villanásért, viszont az első arany, első gyilkosságért járó arany a Cloud9 kezében landol. És ki akartam egyébként pont emelni, hogy én azt vártam volna, hogy ez az Zekhez előbb visz sikeres gyilkosságot. Na de nézzük a visszajátszást. Ott egy ellenőrző őrszem, de hát tudjuk, hogy egy Zekhez szemben teljesen más, hogy kellene őrszemezni. Bár Zig elvillan, de hát azt mondja neki Kontrax, hogy gyere csak vissza, majd pedig Nemrest ő is elhasználni a villanását, és utána nem csak, hogy gyere vissza, hanem még pattanjunk is Zig, aki pedig villanás hiány, már ugye máshogy nem igazán tudott menekülni, és még hogyha adott esetben el is üti Kontraxot, akkor is ott van már a Krokodil Ray személyében. Az első gyilkosságot így a Cloud9 csapata szerzi meg ezen a meccsen is. Mm-hmm. Ahogy azt tették az előzőn is. Szóval visszatérve a gondolat menetre, Zek ellen nem lehet a megszokott módon őrszemezni. Nagyon-nagyon hasonló, úgymond a szisztéma, mint például egy Evelynnél, hogy gyakorlatilag bárhova rakhatod, nem biztos, hogy túl sokat fog érni. Ettől függetlenül persze ki kell helyezni az őrszemeket. De nagyon oda kell figyelnie a Phoenix Van csapatának erre. Igen, brutális távolságot tud egyébként átugrani. Áthidalni ebben az ugrásra egyébként Zek. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon jól lehet kihasználni, hogy hiába van ott őrszem, hiába volt ott őrszem, ugye most is. Nem ér sokat ellenük. És ameddig mondjuk a korábbi szinteken azt láttuk, hogy kisebb távokat ugrott át, és nem sikerült gyilkosságot elvinni, addig most már ott van, hogy elég jelentős távokat fog átugrani, ami elég kellemetlen lesz a Phoenix Vannak. Főleg úgy, hogy eddig ugye kicsit jobban tudja megjátszani a Cloud9 saját csapatát, vagy hát a csapat kompozícióját. Megidézték közben a szurdok hírnökét. Igen, ezzel próbálnak egyébként a válaszolni valahogy a felső ösvényre, ami egyébként egészen jól is sikerül eddig, hiszen Ray van bajban, villania kellett, viszont ott van két játékos, nem tudja pontosan merre kéne indulni, hova is kéne, miközben ez a hírnök még nagyban püföli a tornyat, viszont gyilkosságot sikerült elhozni, és villani kellett ahhoz, hogy a torony fókusza ne fejezze be egyébként. Mit jön? De ha már célpontorientált játék, akkor ugye még nem volt időm ténylegesen ezt kiemelni, hogy Mítiosz most ezt már a 10. percben elhozta ezt az erősítést, és ez az első tornyot és az érte járó bónusz aranyat eredményezte a Phoenix Van csapatának, ami most már nem olyan számottevő, mint ugye régebben volt, de akkor is az első torony az így jól csengő dolog, még akkor is, hogyha erre gyakorlatilag 10 másodperc múlva érkezett a válasz a Cloud9 csapatától, de már gyilkossága is van a Phoenix Vannak, amit pedig szintén ugye a dzsungeles kapott meg, nevezetesen Mítiosz, ezzel már ugye Kontrax is rendelkezik. Szép volt. Független attól, hogy a végsőkig kikalkulálta mind Zig, mind pedig Mítiosz ezt a torony alá érkezést, de hát látszódott az majd, ugye valószínűleg fogunk kapni előbb vagy utóbb erre a visszajátszást, talán most, igen. A szurdok hírnökét ugye le lehetett idézni, Raynek viszont elég sok dűpontja van, köszönhetően ugye ez a végső képességének is, mert hát Ray az a Renekton a jelen pillanatban legyőzhetetlen, vagy legalábbis azt mondják rá, és ugyan elég sok életerőt kapott vissza, de így is meg lehetett őt ölni, a visszajátszásban pedig láthatjuk azt, hogy Mítiosznak talán a villanását nem is kellett volna beáldoznia ezért, de így volt biztos, és legalább nem halt bele. Igen, viszont ugye a Cloud9 rögtön tudott rá válaszolni. Elhoztak egy tornyot, és elhoztak egy serkenyt, és ugye egy hegysárkány, ami nagyon-nagyon jól fog nekik jönni az objektívek ellen, és hát nézd meg, mi a következő sárkány. Egy pokoli. Igen. Hogyha egy hasonlóan sikeres kilépést tud megtenni a Cloud9, akkor nem elég, hogy ott lesz az a bónusz az objektívek ellen, ott lesz az a bónusz sebzés is, ami egy sárkánynál még nem annyira jelentős, viszont azért számít. Főleg, hogyha megnézzük, hogy kiknek a kezébe fog ez vándorolni. Hát egy Cassiopeia, egy Xayah, egy Renekton. És még Zek is egyébként. Hiába tankosít, azért még neki is jelentős sebzése tud lenni, viszont a tankosság mellett. Viszont, hogyha azt a pokoli sárkányt majd a Phoenix Van szerzi meg, akkor az azért egy,
egy minőségi válasz egy hegysárkányra, miközben minőségi igen. válasz lehet a felsőségen. Viszont a minőségi válasz ott van, és próbálják befejezni Ziget, aki még hátra tudta őket ütni, de nem volt elég. De úgy látszik, nem akarják abba hagyni a Phoenix Suns játékosai. Oda-oda vágnak a Cloud9 játékosnak, hogy ők ne kezdeményezzenek újabb harcot, ne kezdeményezzenek lekövetést erre a kisebb menekülésre. 2-1, gyilkosságok tekintetében jön a túlvilági hívás. Érkezik Shady, és rögtön fókusz alatt van Cassie Payne. Jensen nem tudott menekülni, itt van kontrakt, és próbálna odébb pattani, viszont rajta van az égetés. Amennyire csak lehetséges, Muti próbálja menteni kicsiny barátját, és kicsiny barátja tökéletesen jól van. Egy kis madár fészket utána, amik be is fejezett. Imádom egyébként ezeket, főleg ezt az újat, amikor épp hogy sikerült túlélni, ilyen nagyon kevés életerővel. Jó, akkor még elmegyek jungle, ezek egy kicsit még teljesen jól vagyok. Igen, igen, de azért, hogyha reálisan nézzük ezt, nem volt kontrakt túlságosan hát életveszélyben. Mm. Főleg miután a pattanyunkat el tudta használni, gyakorlatilag ő már megmenekült. Még ugye az volt kérdés, hogy Shady-nek az égetése aktiválja-e rajta a passzív képességét, vagy nem. Na, de nézzük ezt a visszajátszást, mert ha már égetés, akkor megint csak lesz miről beszélni. Smoothie megy be, fel tudja lökni, vagy dobni Ziget, az égetés pedig végeredményében befejezi annak a Jace-nek az haláltusáját, de erre most megvolt a válasza a Phoenix One-nak is, Jensen-t tudták eltakarítani, és mind a két támogató rendelkezik egy-egy gyilkossággal most már a mérkőzésen, ugyanúgy, ahogy a dzsungelesek is már rendelkeznek egyel, viszont ami ennél fontosabb az az, hogy bár kontrakt megmenekült, de a középsősvényes tornyot a Phoenix van el tudta hozni, ez pedig pozíciós előny lehet nekik a későbbiekben, lehet egy kicsit mélyebbre őrszemezni, lehet majd kialakítani szépen lassan a rálátást, akár arra a pokoli sárkányra, ami mikor hozták el, majd szerintem egy 2 perc múlva érkezik, jó. Nem akartam bátor lenni és megmondani a 2 percet, igen, de rövidesen érkezik, erre majd kialakíthatják a rálátást, ugye még baronnosan nem lesz, és gyakorlatilag, ha jól tudják ezt megoldani, akkor a leéledésre oda is érhetnek, közben túlvilági hívás. Igen, viszont Szaját nem kell félteni, gond nélkül kiugrott, hiába érkezik Mithios oldalt, ez nem elég, viszont Mithios az, aki most csávába került, kontrakt van ott, és próbálják valahogy megfogni Mithiost, amelyre csak lehetséges, miközben Smoothie már rögtön mozog tovább, próbál újabb kapást ejteni, viszont nem sikerült, ettől függetlenül egy nagyon jó fordítás volt, és nagyon jól tudtak visszakezdeményezni arra a hívásra, amit újabb a Phoenix van kezdett. Kapást ejteni? Hát kapást. Jól értettem? Azért mondtam egyébként 2 P-vel megszoktam, hogy kappázok, viszont ugye a kapás a horgászatban azért az jelen van. Viszont a fércelt fallal érkezik hozzánk Ryu, és Ray ott van a torony alatt megint, viszont nem kell ám őt félteni, próbálja amennyi csak lehetséges elvinni Ziget, de pont nem volt elég a sebzése. Kalkulált torony sebzés, ahogy kalkulált ezzel a kezdeményezéssel a Cloud9 csapata is, és szeretné kihasználni az ember előnyét. És dönti a középső ösvény tornyát. Igen, viszont Shady nem akarja annyiban hagyni, érkezik is rögtön a hatalmas sebzés erőtől. Itt van Mithios, Smoothie-t el lehetett vinni. És innen kezdve el kell dönteni, hogy akkor most mennyire fogjuk mi ezt a sneakit elkapni. Hát ennyire nem könnyen, hiszen inkább ellöki Mithios, mint amennyire magunk felé lökte. Viszont a gyilkosságot be lehet fejezni. Újabb gyilkosság vándorolt Phoenix van kezei közül, és egy kis vörös szederház is a tarsóikba fog vándorolni, kontrakt pedig egy gyönyörű kis menekülést tudott csak nekünk bemutatni. Ebből közben pedig pokoli sárkány lesz, méghozzá a Phoenix van csapata fog kilépni erre az erősítésre, nem hiszem, hogy a Cloud9 ebbe ténylegesen beleszólhatna, talán azért is, mert kontrakt még otthon tanyázik és éppen vásárolt. Ez a 8% bónusz fizikai, illetve varázssebzés pedig én úgy gondolom, hogy kárpótolja az elvesztett hegysárkányt, Ryu pedig ugyanúgy, ahogy Jensen a felső ösvényen hozott el egy külső tornyot, ő is megteszi ezt az alsón a visszajátszásból. Megfigyelhetjük, ahogy Smoothie nagyon szépen menekül, a torony bedőlése után pedig lehetne kezdeményezni a Cloud9 játékosaira, Shady-nek
a nyúzását, hogy érdemes megfigyelni, meg aztán a húzását, meg aztán azt, ahogy Zig megérkezik, kiosztotta azt a hatalmas sebzését. Ugyan a robbanékony hordó nem a legjobb helyre megy, de azért még egy feltépet földdel Ryu időközben biztosította a csapatának azt, hogy adott esetben Sneakynek még lett volna villanása és elvillan, akkor az a föld, az bizony visszadobta volna őt gyakorlatilag ugyanoda, ahonnan indult. Szépséghiba volt, hogy Sneakynek már nem volt villanása, meg nem ment ebbe bele, de előre látásból ötös. Teljes mértékben is. Ameddig az előző mérkőzés, hát mondjuk azt, hogy egy oldalú volt, és az egyik oldalt tudta végig kontrollálni a mérkőzést. Próbálom valamennyire azért szépen fogalmazni. Itt ez a második mérkőzés számunkra, amit a Cloud9 jól tudott elkezdeni, viszont a Phoenix Van nem akarja annyiban hagyni ezt az egészet. Pedig ha megnézzük a Cloud9 oldalán, ott van az a húzó név, az a Zac, hogy akkor most valamit próbáljunk. Viszont Zac van az, aki megint akcióba rendült, Shady az, aki bajban lehetne, ha Aero nem húzná be, viszont Smoothie elindul. Kérdés, hogy gyilkosságot lehet-e befejezni, hát persze, hát mégiscsak egy Aero az, akit sikerült utolérni. Hiába érkezett rá a robbanékony hordó, hogy megvédje. Bocsánat, nem azon nevettem, hogy Aero meghalt, hanem már második alkalommal, az elsőnél nem is szóltam, a második alkalommal volt az, hogy Shady lerakott egy lámpást, a Cloud9 csapata pedig egyből ráőrszemezett. Egy ellenőrző őrszemet, meg egy mindent látót is rádobtak, hogy ne lehessen rá kattintani arra az őrszemre. Nem tudom, hogy Aero végül emiatt maradt-e ott, vagy egyszerűen valami feldobásnak köszönhetően, na de majd a visszajátszás után okosabbak leszünk. Hát itt Shady egy kicsit elszámolja magát, az, hogy Mithyosz hátrébb van, az nyilván az ő élet erejét megmentheti. Na de a túlvilági hívással ez a páros már úgy nézhet ki, mintha megmenekülnének. Látod? Látod? Ott. Azok az őrszemek. És egyébként beleütött egy alaptámadást Aero, mint ahogy megláthattuk. Működött. Működött a taktika. Szép volt a Cloud9. Ezek nagyon okos dolgok. Mondhatnám úgy is, hogy kis gonoszságok, de ez van. Mint ahogy az is, hogy bár a lövész próbálta megmenteni a támogatóját, végül mégis ő volt, aki ott hagyta a fogát. Nem feltétlenül a legjobb csere. De hogyha már csere, és hogyha már előző mérkőzés. Az első meccsen Ryu, meg az ő Ária nem nagyon volt sehol az idézők szurdokában. Nono is kiemelte, hogy Jensen majdnem duplázta a sebzését. Nem tudom, hogy sebzés tekintetében most milyen az arány, de az biztos, hogy Ryu rendelkezik két gyilkossággal. Farmban sincs igazán lemaradva, és ez a tália ez sokkal inkább számottevő lesz, mint az első meccsen volt. Ári? Igen, viszont az akció ismét elindult. Phoenix már az, aki eddig jobban tudja uralni ezt a helyzetet. Kontraktnak villania kellett, ha nem akart ott hagyni a fogát. Egy újabb olyan húzás, amit a Phoenix van jobban tud elindítani, és jobban tudja folytatni. Egészen addig, ameddig kontraktnak el nem kell használni egy villanást, hogy ne tudják őt befejezni. Előbb vagy utóbb Jensennél el fog készülni Seraph ölelése, ugye egy Morellon Omikonnal már rendelkezik. Erre válaszként Ryu egy Liandre gyötrelmét vásárolt, Morellóval ugyanúgy. Ő is már felvértezte magát, ami viszont valahol egy kicsit érdekes lehet. Az egyrészt Zignek a letaszított királykardja, másrészt pedig Reynnek a letaszított királykardja, ami ugyan még nem készült el, de a Bilgewater-i szabjából, illetve a reflexiból hát nem kell túl bátornak lenni, hogyha erre a tárgyválasztásra következtetek. El fog készülni második tárgyként. Egyelőre még csak ugyan egy fekete hasítóbárd érhető erre Renektonnál, de jönni fog az a tárgy. Igen, és közben Smoothie hatalmas mennyiségű sebzést evett meg. Azonnal hátrálnia kellett, és vissza kell lépnie, hiszen nem maradhat ott a frontvonalban, hiszen ledarálna a Phoenix Van, amint egy kicsit közelebb kerülne. És ezen a mérkőzésen egyébként hiába van ott az Zac, valahogy kicsit néha, mint a túl mélyre akarna menni ahhoz képest, hogy jó, van tankossága, de nem egy olyan tank, aki bemegy előre, és ami 8 év van arra, hogy a csapata beérje. Ellenben viszont a Phoenix van folyamatosan kergeti a Cloud9-t, és Jensen falözlökése tökéletes volt. Contract megint ott van az akcióban, próbálja amennyire csak lehetséges Phoenix van játékosait feltartani, viszont a Cloud9 hátsó oszlopa darában van folyamatosan, és vissza kell menekülniük. Ajajaj, Jensen, és Contract is egy újabb áldozatként fog ebből a harcba kikerekedni. Hiába van ott még a passzívja. Ez valahogy nem volt elég. Odáig jól működtek a dolgok egyébként, ameddig Sneaky valahogy a hátsó soron próbált volna sebzést leosztani, viszont
olyan sebzést kapott hirtelen az arcába, ami miatt nem tudta folytatni azt a helyzetet, hogy akkor a tank elől van, mi meg akkor sebzünk hátulról, hanem az a mekkora sebzést kaptunk, menjünk egy kicsit hátrébb, kontraktet lehet be kell áldozni, meg jó Jensent is, de hát legalább mi nem halunk meg. Az pedig, hogy kontrakt nincs az idézők szurdokában, illetve a maga a tény, hogy a Phoenix-vel rendelkezik egy Kalisztával, magában hordozta a mérkőzés 25. percében a Baronna sor elhozatalnak legalább a megpróbálását. Nézzük a visszajegyzést, mit azt érdemes majd figyelni, illetve az ő robbanékony hordóját, ami nagyon jól aktiválódik Jensenen. Kontrax elől pedig gyönyörű szépen menti Ero a túlvilági hívással Shady-t, aki utána nemhogy menekülne, de még megy előre, a kitépés pedig tökéletes Erótól. Amiről pedig az előbb beszéltél, hogy Mithiosnak jó ez a zekke, nem Mithiosnak, Kontraxnak, de mintha túlvállalná magát, ez a tökéletes példája volt ennek. Ugyan eddig elmondható volt róla, hogy jó, persze, túlvállalja, de annyira nem, hogy ezért ténylegesen nagy árat kelljen fizetnie a Cloud9 csapatának, amint ugye erről beszéltél, ez meg is történt, hiszen az alapvetően, hogy mondjuk meghal, nem biztos olyan túl nagy ár, de a baronnasar az már az volt. Egy kérdés van, hogy a Phoenix-ben ki tudja használni ezt az erősítést, vagy elszórakozzák. És ha már kitérünk egyébként egy-egy pozícióra, akkor kiemelném azt, hogy Shady-nek eddig nagyon, nagyon jó a játéka. Nagyon jól találnak a húzások, hogyha kell, akkor nagyon jól tud villanni, visszább dobni valakit egy kicsit. Valahogy, ameddig mondjuk Kandereknek valahogy hiányzik egy kicsit az, hogy valahogy jobban a hősével együtt működve ugye hozza létre jó helyzeteket, ott nem igazán működik, míg a másik oldalon Shady, jó, nyilván nem szép egy támogatót meg egy jungle-ost összehasonlítani, viszont Shadynek tényleg ezen a mérkőzésen olyan játéka van, amit ki kell emelni, hiszen nagyon jó kezdeményezéseket hajt végre, és akár még meneküléseken is nagyon jól tud szerepelni. Igen, én alapvetően nem ezért mutogattam neked, hanem azért, de itt most könnyen lehet, hogy egy akciót láthatunk majd. Szóval arra gondoltam, hogy lehet egyébként, hogy ez a Zac választása sokkal inkább Mithios ellenválasztás volt, mint Shady-nek a magabiztos hős elhozatala Thresh-sel. Mert azt tudjuk, hogy Smoothie jól játszik ezzel a hőssel, de most már az is bebizonyosodott, hogy Shady is igencsak jól kezeli ezt a Thresh-t. Kontrakt pedig számomra még nem volt annyira meggyőző ezzel a Zac-kel, hogy ezt elmondhassam róla. Mondom, én maradnék annál, hogy inkább Mithios elől elválasztás volt. Annak nem feltétlenül rossz, és lehet, hogy jobban jártak így is, mint hogy átadták volna, de könnyen lehet, hogy nem a legmagabiztosabb karaktere ez neki. Miközben a Riandri gyött Rana után már Ryla kristálybotja is elkészült, megvásárlásra került Ryunál, Jensennek pedig felsztekkelődött a szerepelődése, az de szép nyúzás volt. Viszont megint nézd meg, ki az, aki jól kezdi az akciót, hát megint Shady az, rögtön eltalálta a lövészt, akinek menekülnie kellett egyébként a frontvonalból, de ismét ameddig kontraktnek a beérkezése, inkább egy ilyen hát érkez kontrakt is, akkor hát ha valami, addig Shady-nek az a magabiztos válasz, hogy jó, akkor ott a lövész, akkor kapjuk el a lövészt, és elkaptuk a lövészt, nem sikerült gyilkosságot elhozni egyik oldalt sem, viszont nézd meg, elvett a villanás, elvint a gyógyítás, és gond nélkül tudják törni a tornyot, egy tornyot be is tudtak dönteni. Ray jön, alulról. Ray jön, de nem jön eléggé. Oké, semmi. Bekukucskált, hogy jó, én is itt vagyok, srácok, ha gondoljátok. Nem sikerült befejezni az inhibitort védő tornyot, viszont elég szépen lekalapálták, és nem igazán tudott rá kellene mit mondani. Maximum van ez, hogy gyere, Ray, próbálj meg alulról jönni. Hát, lesz valami, de hát nem sikerült. Igen, ez egy jó 4000-es Baron Power Play volt. Nem feltétlenül a legerősebb, de az tény, hogy az eddigi kiegyenlített aranykülönbséget hát egy pont 4000-rel növelte meg a Phoenix Sun csapatának javára, és megint csak két toronnyal. Mi? Akkor 4400-as volt. Oké, rendben van. Nem sok minden változott. A lényeg tényleg az, hogy két plusz tornyot tudtak ebből elhozni, tehát kimondhatjuk, hogy kihasználásra került a Baronna sor. Most a gyilkosságokat annyira nem venném e kalap alá. De az, hogy egy híján
egy ösvény híján már nincs a Cloudland csapatának inhibitort védő, vagy mi az tier 2-es tornya, uh-huh. az megint csak ugye a pozíciós előny, és az olyan nagy értékű célpontokra való kimozdulásra lehetőség a Phoenix Sun-nál, mint akár az a következő baronna sor, vagy a meccs, és a Phoenix Sun számára már a második pokoli sárkány. Igen, és Contract megint bemegy az akció közepébe. Ez most kérdés, jó. Hogy mennyire tudja ezt lekövetni a Cloud9, próbálnak amennyire csak lehet fókuszálni valakit, viszont a háttérben már ott van a teleport, és Ray az, aki a bokorban próbál várni, hogy hát lehet valami jó célpontot állni, viszont Contract az, aki megint az akció közepén van. Rögtön be kell menni a Smoothie-nak, hogy megvédhesse a lövészét, sikerül elhozniuk egy gyilkosságot, Shady az, aki elhalálozott a Phoenix Sun oldalára, viszont Ray megy tovább, nem akarja annyiba hagyni, és sikerül Ryu-t is elvinni. Megállították, ez a bónusz aranyhoz jutott a csapat. És ez egy olyan kezdeményezés volt, aminél látszott egy kicsit, hogy ú, srácok, lehet nem lesz meg, viszont a végén két gyilkosságot tudtak úgy elhozni, hogy majd maximum egy smoothie-t veszítettek majdnem, viszont nézd meg, Contract megy előre, amikor csak lehetséges, és érkezik egy hát most azért bőven válasz, hiszen egy tornyot is sikerül elvinni a két gyilkosság mellé. Próbál visszajönni arany hátrányából a Cloud9, és az objektívek terén is próbálja visszadolgozni magát, amennyire csak lehetséges. Eddig ugye csak a három külső torony volt ledöntve, most viszont sikerült a középső ösvényen haladni egyet. Tény, hogy a saját középső ösvényes torjuk... Rosszabb kondíciókban vannak, hiszen a csibész Mithios közben egy robbanékony hordóval megakadályozta ezt a romantikus hazatérést. Igen, a Mithios most nagyon rossz fiú volt. Igen. Te vagy egyébként meglehetősen rossz fiú vagy, Zig is. Hiszen na nézzük a visszajátszást. Contract itt be fog jönni, és szerintem nagyon jól teszi ezt. Nagyon sok mindent fókuszálnak rá, hát gyakorlatilag ugye a figyelmét azt kiosztják rá. Már Erónak a végső képessége itt kimegy, Mithiosnak is a végső képessége, de mindez mire elég arra, hogy Contractszor leverhessék a passzívot, azt is egyébként csak Shadynek az égetése teszi, eközben Ray viszont megérkezhetett, el lehetett ugye takarítani Shady-t, és már beszéltünk arra, hogy mennyire fontos az ő szerepe, annak köszönhetően pedig, hogy már nincs az idézők szurdokába, a Cloud9 csapata maga biztosan mehetett tovább, elhozhatott még egy gyilkosságot, nevezetesen Ryu-t, akinél ugye ne felejtsük el, már három gyilkosság volt, tehát valószínűleg elég jó fejpénzt kaptak érte, viszont a csapatharcban a sebzése még így is messze neki volt a legtöbb. Tehát az is elmondható, hogy bár kiosztotta a sebzését, de azért a végén meghalt. Tornyokban pedig ebben a pillanatban egyenlít a C9. Így jó volt ez a baronna sora a Phoenix Sun-nak, csak olyan sokat nem ért. Igen, viszont újra van baronna sor, és egyelőre a Cloud9... Pokoli sárkány is. Igen. Egyelőre mindkét oldal próbál valahogy a baronna sor közelébe menni, miközben az alsó és ilyen rézik, püffelik egymást. Kérdés, hogy Raynek mennyire kell visszamenni, hát pont annyira, hogy el tudjon vinni vele egy gyilkosságot. Nem elég, hogy tolja az alsó ösvényt, de gyilkosságot is tudott elhozni. Közben a saját csapata ugye elkezdte a baronna sort. Ha esetleg szükség van, hát teleporttal tud érkezni, de hát gond nélkül tudta elvinni a Cloud9 a baronna sort. Mondhatjuk azt, hogy ez egy kiegyenlített mérkőzés, viszont ettől függetlenül a pokoli sárkány a Phoenix Sunhoz fog kerülni. Két pokoli sárkány azért már elég jelentős sebzés bónusz jelent. Lesz mitől fölni azért a Cloud9-nak. Látszik, hogy ezen a mérkőzésen kiegyenlített mindkét oldal. Na de nézzük ezt a visszajelzést. Elég sok düvel rendelkezik Ray. Aztán miután a végső képességét elhasználja, vagy abszolút még többel. Jelentős életerőket nyer vissza. A nyesés szellel tudott ugye menekülni, aztán visszabérkezni. Úgy tűnt egy pillanatra, mintha veszve lenne minden, de akkor Ray le tudta kötni. Helyhez tudta kötni azt a Ziget. Akkor pedig elkezdődött Zignek a büntetése, akinek ugyan már ott van egy Drattár, de hát tankosságnak igencsak hiány van az a Jace. Hiány is lesz a mérkőzés későbbi részében is, a letaszított király kardja pedig nem adott neki annyi bónusz sebzést, amivel ugyan lehetett volna takarítani azt a krokodilt. Szemben, ha már krokodil, akkor Raynél is ott volt. Úgyhogy nem szabad félváról venni Renektont, és rendben van, hogy azon kívül gyakorlatilag tankosít, de az a tárgy megtámogatva
A fekete hasító bárda épp elég. Igen, és nézd meg, mit csinál Clown, nem? Igazából két oldalról próbálja valahogy felőrölni, amennyi csak lehetséges a Phoenix Vant. Viszont eddig nem igazán sikerül, Ray-re nyal vissza, amennyire csak lehetséges az a fajlalt, hiszen követi le folyamatosan a Phoenix, viszont itt van Contrex, érkezik a Phoenix Vantól a megváltás, sikerült Meteoszt behúzni a Clown gyűrűjébe, érkezik a brutális sebzés szájától, hiszen végállta majdnem a teljes Phoenix Van a végső képességét, és minden visszarántotta a tollakat. Mondhatjuk azt, hogy elkönyvelte a végzetüket vele együtt. Ilyen az a csapatharc, amikor egy olyan helyen tudják ezt megnyerni, ami számukra kedvező. Nagyon-nagyon jól tudták kihasználni azt a kis rést. És nézd meg, nem igazán tud egyelőre ezig mit csinálni. Clown gond nélkül tud előre menni, amennyi csak lehetséges. Rövidre akarják zárni ezt a meccset? Inhibitor. Minionjaik idejük, vannak. És minionjaik még azért vannak. Első torony, második toronyra lép. És nézd meg, egy újabb gyilkosság, hiába éled a Phoenix van. Ennek bizony itt van vége. Második győzelmet tudott elkönyvelni magának a Cloud9. Igen, ilyen, amikor egy kicsit leesnek a mérkőzés közepén arról a lóról, viszont nem mondják azt, hogy jó, akkor menj a vágtas tovább, hanem azt mondják, kere vissza. És akkor szépen lassan apránként visszadolgozzák az aranyhátrányukat, aztán akkor megindulnak objektívekben, gyilkosságban is azért próbálják jobban előhelyezni magukat. És akkor ott járunk, hogy egy elég rossz pozícióból, egy elég rossz helyzetből tudtak úgy visszajönni, hogy szerintem néhányan egyébként a nézők közül már elkönyvelték azt, hogy akkor itt lesz egy harmadik mérkőzés. Nem lesz. Láthattuk, hogy mire képes egy-egy makrojáték és egy barátságos ölelés. Igen, azért Meteoszt szeretjük, vagy hát szeretik a Cloud9 játékosok, meg valószínűleg azért a Cloud9 szurkolói is. Megmondom őszintén, én jobban örültem volna annak, hogyha ez a széria három meccses, viszont a Cloud9 csapata most úgy tűnik, hogy a kezdeti gyenge formából valamilyen szinten helyreállt, vagy az a kérdés, hogy a Phoenix Van csapata lette úgymond sokkal gyengébb a tavalyihoz képest. Nem gondolom azt, hogy ezen a meccsen alárendelt szerepet játszottak volna. Szerintem kitettek magukért. Még ugye mondhatjuk azt is, hogy a meccs egy szakaszán átvették a kezdeményezést, vagy a mérkőzés irányítását. Viszont az, hogy a végén ennyire rosszul, ahogy te is kiemelted, ennyire rossz helyen harcoltak, az összességében a vereségüket eredményezte. Nem biztos, hogy feltétlenül minden játékos még a profi szénában is fel van készülve alapvetően egy szája sebzésre, hogyha ugye ki tudja használni a tolviharát, és aztán még vissza is hívja azokat a pengéket, óriási, nem beszélve itt arra, hogy volt a Cloud9 csapatának egy kassziópeiája is, aki ugye nagyon sok menekülési potenciától tudja megfosztani az ellenfelet, megint ugye csak a zárt tér vagy a szűk tér nem kedvez vele szembeni harcban. Ezt a Phoenix van nagyon elrontotta itt a végén, de mindettől függetlenül én azt mondom, hogy így a második meccs után nem vallottak szégyent, szerintem helytálltak. Az első meccsről ne beszéljünk, mert az egy sima Cloud9 győzelem volt. Itt a második meccsen helytálltak, és az is bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül játszik Contrax annyira magabiztosan azzal az ekkel, de így is jól működik. És szerintem megint választ kaptunk arra, hogy miért kell tiltani ezt a hőst. Igen, bebizonyították nekünk, hogy miért is érdemes odafigyelni erre a karakterre. Voltak egyébként ugye problémák egy-egy kontrakt érkezésnél, amikor kicsit-kicsit túlvállalta magát, mondhatjuk ezt így. Viszont ha megnézzük az utolsó csapatharcnál, amit művelt, az zseniális volt, hogy akkor bement előre, akit lehetséges volt, azt ugye kicsit fel is lökte, és utána visszatért egy játékossal szárnyalat, hogy srácok, hoztam nektek egy kis lakomát. Igen. Talán éppen Meteoszt volt. Meteoszt volt egyébként, igen, akit sikerült visszarándania. És onnantól kezdve pedig igazából elég volt annyi, hogy végigdarálta a Xayah végső képesség, a Xayah sebzés az egész csapatot. Plusz ugye a többiek sebzése sem elfelejtendő, viszont látszott, hogy miért is jó Xayah egy zárt téren, zárt jungle részben, úgyhogy
megmutatták nekünk azt, hogy miket is lehet kihozni a jelenlegi metában ezekből a hősökből. Igen, mondhatjuk azt, hogy a Cloud9 csapat a két meccs alapján két jó csapat kompozícióval tudott előrukkolni, mind a kettő működött, és mind a kettő végső soron győzelmet ért nekik. Nem gondolom, hogy alapvetően egy-egy hősnek az elhozatala volt ez, ami itt annyira egyébként számottevő volt, sokkal inkább ez a kompozíció, amire valamilyen szinten a Phoenix Suns-nak még azt is mondanám, hogy volt válasza, hiszen ez a, ahogy te mondtad, a túlvilági csapat, főleg ugye a túlvilágra hívással, vagy akár a nyúzással tudott gondokat okozni adott esetben például annak a Zeknek, aki pedig a csapatharcoknak volt a katalizátora, aki beindította az egészet, akin át végig folyhatott a Cloud9. Jó meccs volt ez. A Cloud9 szimpatizánsai örülhetnek. Az pedig, hogy a Phoenix Suns-nal mi van, az számomra egy nagyon érdekes kérdés, mert tavalyi szezon alapján nem hiszem, hogy ezt várhattuk volna tőlük. Főleg úgy, hogy ugye tavaly sokszor elmondtuk azt is, hogy Ryu újra magára talált, Ryunak megint fekszik a csapat, meg a meta is. Ezen a meccsen nem volt igazándiból túlságosan gyenge, vagy nem lehetne azt mondani, hogy bármi gond lett volna vele, de egyelőre ebben a szezonban is, így három meccs után azért már szerintem lehet ilyet mondani, sem ő, sem pedig a csapata nem találja magát, meg azt, hogy mit is kéne igazándiból csinálniuk itt az észak-amerikai LCS-ben. Igen, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy vár ránk még ma mérkőzés. Ahol viszont tudják, hogy mit kell csinálni. Ők viszont igen, tudják, hogy mit kell nem tenni. Ugye ez egy Immortals versus Team Envy mérkőzését láthatjátok, ahol ugye az Immortals jelen pillanatban 2-0-ás összesítésre áll, az Envy pedig egy győzelmet már el tudott hozni éppen az előbb játszó Phoenix Suns-nal szemben. Én kíváncsi leszek egyébként, hogy mit hoznak számunkra ugye a mérkőzések. Valószínűleg Zeket szerintem nem fogunk látni. Érthető egyébként, hogy miért nem fogunk látni. Viszont kíváncsi leszek, hogy lesz-e esetleg akár egy kicsit furább választás, hogy jó, annyira még nem fura, most van egy Kennen lövész, viszont én szívesen látom egyébként a Kennen lövészeket, mert valahogy annyira élvezetes egyébként így nézni is, amit tudnak művelni. Igen, meg más, mint a legtöbb. Igen, lövész. Nem az, hogy jön egy két lény, és akkor fejlővés, meghaltál, hanem akkor ott van, hogy akkor lehet egy forgatag, lehet, hogy akkor hirtelen befut alád, és akkor ahogy csak tud kábít. Igen, ez egy olyan karakter, akit én szívesen nézek. Egyébként is én nagyon örülök neki, amikor előbukkan a játékban, mert a függetlenül akár egy Twitch-et szívesen fogadok, szóval bőven lesz szerintem egyébként meglepetés, amennyire ezeket annak lehet nevezni, úgyhogy szerintem menjünk el egy kis szünetre. Na jó, menjünk. Sziasztok! Sziasztok!